Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és egy nagyon jó témáról fogunk most beszélgetni. Lehet, hogy csak nekem lesz izgalmas, de remélem nektek is. És amint látjátok, a cím az a Skill vs. Tehetség. Azért Skill vs. Tehetség, mert nagyon sokan félreértitek az angol skill szónak a jelentését. A skill nem tehetséget jelent, ugye a talent az jelent tehetséget, és a skillt mint olyat rossz értelemben használjuk mi gamerek, legalábbis Magyarországon, vagy nem tudom, igazából mindenhol a világon. Tehát a skill az tudás anyagot jelent, tehát hogyha tudsz, valamit megtanulsz, akkor leszel skilled. Tehát érteni fogod a dolgokat, tudni fogod. A tehetség az egy másik dolog, az velünk születik. Nos, és hogyha valakire legközelebb azt mondjátok, hogy nincs skill, az nem jelenti azt, hogy nem tehetsége van, csak még nem annyira tapasztalt a játékban, de hogyha később megszerzi azt a skillt, akkor lehet, hogy jobb játékos lesz, mint te. Rettentő módon szeretnék egyszerre két kommentárt bevágni ez a videóhoz, hogy lássátok, hogy honnan ered az én játék tudásom, és hogy én hogyan értelmezem a játékokat, de gyorsan leírom nektek. Titanfall, ez a videó nem csak Titanfall rajongóknak szól, kifejezetten nem csak Titanfall rajongóknak szól, ez itt kőkemény gamer pszichológia lesz megint csak, és arról fog, egy kicsit a Titanfall pszichológiára, amit látjátok, helyből titánnal indultam. Azért fontos megszerezned egy titánt rögtön első pillanatokban a Titanfallban, mert előnyhöz jut a természetesen. Kicsit nehézkesen indult be a játék okkal, mert a gamerek észrevették azt, hogy van egy titán a pályán, ugye, és bujkáltak, tehát nehezen találtam meg őket. Viszont ott kezdődik a parti, hogyha nem mozdulsz ki, hogy ölj ellenfélt, vagy esetleg sebezd azt a titánt, akkor a te titánunk bizony nagyon későre fog bejönni, és az egy kockázatot jelent a statodra nézve. Ezért előbb-utóbb a játékosok elkezdtek kimozdulni, így aztán én is elkezdtem egyre inkább lőni őket. Azért mozdultak ki, hogy sebezzék a titánt, mert ha sebzik a titánt, lecsökkentik az ő titánjuk érkezésének az idejét tulajdonképpen, és itt szépen lassan elkezdtek előbújni, és én is meg tudtam szerezni a killeket. Na ez, amit itt most felvázoltam nektek, ez úgy hívják, hogy játék tapasztalat, magyarul, angolul skill. Tehát ez skill, amit megtanultam idővel. Megtanultam azt, hogy hogyha nem helyből titánnal indítok egy burn card miatt, akkor gyorsan szedjem össze a titánt, hogy az enyém legyen az első. Egyrészt, hogy boostoljam a killjémet, más azzal boostolva a killjémet, hogy játékosok elkezdenek felém jönni, lőni engem. Másrészt, ugye egyrészt, hogy kicsalogassam őket. Nos, ugye ez egy bizonyos skill, amit Titanfallban megtanultam. Tehát nem tehetség, skill. És egy kicsit visszatérve arra, hogy skill vs. tehetség, én őszintén szeretek veletek, annól, amikor tanultam a játékokat, én mindent tanultam. Tehát amúgy is egy elég racionális ember vagyok, én mindent megtanulok. Egy dologhoz volt igazán nagyon tehetségem úgy az életben, és az a sport volt. Az volt az, amire azt mondhattam, hogy azzal születtem, hogy az ment. Még további különbség a skill és a tehetség között az, amikor van egy tehetséges gamer, és megkérdezett tőle, hogy te, hogy a fenébe csináltad ott, úristen, és a gamer többnyire olyankor azt felelő, hogy fingom sincs, csak érzem. És ez a különbség a skill vs. tehetség között, hogy amikor megkérdezel egy tapasztalt játékost, egy olyan játékos, aki tanult egy játékot például, megkérdezed, hogy ő hogy csinált ezt, ő el tudja mondani. Szóval, ja, itt kezdődik, és ezért is tartom fontosnak, hogy a tehetség az egy nagyon jó dolog. Marha szerencsés vagy, hogyha születtél egy tehetséggel bizonyos dolgokhoz, vagy például egy játékhoz, tehát hogy benned van az a tehetség, amit más meg kell, hogy tanuljon. Nagyon szerencsés vagy, ha az a születtél, ám viszont nem jelenti azt még, hogy van benned skill. Nem akarom letörni a lelkesedésedet, viszont a skilled játékosok, tehát azok, akik tanulnak, azok sokkal jobbá válnak később, mint a tehetséges játékosok. Szóval azért, mert a tehetséges, ezt én is idővel tapasztaltam saját magamon, azért, mert a tehetségesnek van egy határa, tehát van egy határ, aminél ő tovább nem tud menni, mert a tudása már nincs meg hozzá.
A tehetsége megvan, de mindaddig, csak addig fogja tudni használni ezt a tehetségét, amíg nála kevésbé skilled játékosok lesznek. És emlékeztek, egy régi videóban beszéltem hasonló témáról, és onnantól kezdve lesz egy tehetséges, rettenetesen skilled játékos, amikor elkezd tanulni. Onnantól kezdve lesz az a pont, amikor láthatsz gamereket, olyan videósokat, akik hihetetlen statokat, vagy egyszerűen hogy jeleneteket képesek produkálni, amiről nem is gondolnád, hogy lehetséges, és mégis megteszik. Na az már az a szint, amikor a tehetség a tudással keveredik, és akkor itt most behoznám egy kicsit a képbe magát az ösztönt is. Mert sokan... Tehát az ösztön az egy olyan dolog, amit érezzük, valahol a hátunkon bizselek, hogy úristen, ezt kéne most csinálni, és megteszed, és sikerül, és hatalmas a sikerélmény. Na de az ösztöni sugallat honnan jön, ugye? Tehát honnan tudod, hogy azt kéne csinálni? A tehetségesnek sokszor jön magától. De a másik az ösztönt, az ösztön sugallatot, azt adhatja a tudás bázisod is. A skill, amit felszedtél, éveken keresztül, vagy hónapokon keresztül, amit játszol egy játékkal, azért jön meg a sugallat, mert megtanultad már a trükköt, és az agyad tudja, emlékszik rá, csak valahol mélyre el van téve, csak böki neked, hogy te ezt kéne így csinálni ebben a helyzetben, és hogyha te figyelsz rá, akkor menni fog. Úgyhogy számomra éljen a skill a tehetség fölött. Nem csak azért, tehát nagyon irigylem a tehetséges játékosokat, én valahol egy ilyen balanszban voltam, tehát én szeretek tanulni, és szerettem megtanulni a dolgokat, és én nagyon mindent megtanulok, megfigyelek, elemzek, utána járok, szóval én így szoktam csinálni a dolgokat, mert akkor fogom tudni igazán, és nagyon örülök, ha kiderül, hogy valamihez van tehetségem, és akkor boostolom meg egy kicsit, egy kis tanulásra, hogy legyen skillem. Úgyhogy, ja, ez lett volna. Kíváncsiak, mit szóltok a témához, szerintem ez egy alapvetően érdekes téma volt, és lehet az ösztönről még egy tényleg ki kéne fejlni, hogy igazán érdemes rá figyelni, de akkor lesz magasabb az a sugallat, akkor lesz több az a sugallat, akkor fog többször jönni, hogyha meg is tanulod egy kicsit azt a játékot. Nem csak a tehetség. Ami kijön belőled. Amúgy hozzátérve, tehát a tehetség, amikor tehetségből játszol, és érzed azt a laza, nem is tudom, érzést, ami benned van, ami így jön ki a kis ujjadból valamiért, nem tudod, hogy miért, de kijön, az rettenetesen jó. És azt hiszem, én Specko ezért szeretem a Titanfall, tehát így, mert valahol úgy érzem, hogy van hozzá egy kis tehetségem, nem feltétlenül tanultam meg még mindent erről a játékról, leszámítva például azt, amit az elején vázoltam fel nektek, de szerettem azt a szabadság érzetet, amit tud nyújtani az, hogy valamihez akkor is értek, amikor mielőtt még meg is tanultam volna úgy Isten igazából, és ez a jó, azt hiszem ez a felszabadító egy tehetségben, és ez az, ahol a tehetséges gamer kényelembe esik tulajdonképpen, hogy neki semmit nem kell tanulnia, viszont ott követi el a legnagyobb hibát, mert előbb-utóbb jönnek a skilled játékosok, akik tanultak és többet tudnak a játékról, és az viszont mindig le fogja győzni a tehetséges. Mindaddig, amíg a tehetséges is el nem kezd tanulni, és a kettő keveredni kezd, és olyan sugallatai lesznek, amelyek elképesztő eredményekre, illetve elképesztő jelenetekre serkenti azt a gémet, és ami bevalljuk, hogy láttuk szerintem itt a videókat, ami marhára jól néz ki abból a szempontból, és csak így vakarod a fejed, hogy persze, hát ez ilyet nem is lehet megcsinálni, hát ez hülye, hát ezt hogy csinálta, és hát igen, az már valahol talán a skill és a tehetség és az összön sugallatának az összesek a keveredése, és van ilyen szint, és el lehet ezt érni, úgyhogy ha úgy érzed, hogy tehetséges vagy valamiben, tanuld meg még jobban, és kiváló leszel. Tehát szakmának a legjobbja, hogy úgy mondja. Mert vannak jók, vannak gyengék, vannak nagyon jók, és van a legjobb. És az azért a legjobb, mert egy tehetsége van hozzá, kettő áldozott rá,
hogy megtanulja. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!